Hát azt gondolom, hogy Martin Luther King nélkül nem lett volna a négerek harca jogaitért. Azt gondolom, hogy Magyarországon is kellene egy Martin Luther King. Azt remélem, hogy a Karácsony Gergely az egyetlen felbukkant személy, akinek arca van, neve van, aki úgy tűnik, hogy amit Budapesten csinál, az tisztességes, követhető, nyilvános, átlátható, tehát hogy úgy bánik a hatalommal, ahogy a hatalommal bánni kell, hogy egyszerre demokratikus és aktív. Ha a baloldal meg a liberálisok össze tudnának fogni, és együtt erőt tudnának adni a Karácsony mögé, akkor valamibe tudnék reménykedni. Úgy látom, hogy ez az összefogás még rettenetesen gyenge és erőtlen, és nem is elég meggyőződéses ahhoz, hogy a többséget erről meggyőzze, hogy enélkül nem megy. És a Karácsonyon kívül más lehetséges jelöltet én nem látok.